Az elmúlt év rendhagyó volt Tolnaváros életében is, a pandémia sok nehézséget okozott. Megváltozott itt is az élet, ugyanúgy, mint ahogy az egész világban mindenütt. És ez új kihívásokat jelentett az önkormányzat részére is. És azért azt hozzá kell tenni, hogy az önkormányzati döntéseket a rendkívüli jogrend ideje alatt a képviselőtestület helyett a polgármester hozza meg. Tehát gyakorlatilag ennyi volt az egy személyes felelősség, hogy ezeket a döntéseket meghozzam. Nyilván ment minden a maga útján. Szerencsére a költségvetés tervezésekor még, illetve a költségvetés elfogadásakor még a képviselőtestület tudott dönteni. Tekintettel arra, hogy március közepén lépett életbe a rendkívüli jogrend, a február végi ülésen még a költségvetést elfogadtuk. De aztán az élet úgy hozta, hogy egy kicsit változtatni kellett rajta, hiszen nem tudtuk, hogy milyen adóbevétel kieséseink lesznek, és azt sem tudtuk, hogy mennyit kell fordítanunk a járvány elleni védekezésre itt a településen. Erre való tekintettel én minden olyan beruházást, ami nem pályázati forrásból valósult meg, és halasztható volt, azt úgy döntöttem, hogy nem hajtjuk végre az elmúlt évben. Szerencsére sikerült a játszóházat átadnunk. Igaz, hogy csak egy délutánra, néhány órára tudták a gyerekek ezt megszállni, ezt a létesítményt, és egy nagyon könyvfakasztó megszállás volt ez, mert nagyon örültek neki, hogy végre megnyílt, de igaziból nem tudott a létesítmény megnyílni. Ez még remélem, hogy az idei évben meg tud valósulni. Aztán az ilyen kisebb projektjeinket, mint útépítés, vagy felújítás, vagy kisebb járdaépítések, intézményeknél nyilván, hogyha egy tető beázik, azt muszáj megoldani, és azt muszáj ezeket a problémákat elhárítani, tehát ezek azért megvalósultak. De azok a fejlesztések, amiket korábban terveztünk, vagy álmodtunk, azok nem tudtak megvalósulni. Az egyik elképzelés az, hogy ezeket idén, tehát 2021-ben bepótolják. Nyilván azok a tervek, amik korábban nem tudtak megvalósulni, azok most újra napirendre kerülnek. Ezek leginkább ilyen kisebb dolgok, például a temetőnél, vagy a temetőknél a ravatalozók elé egy ilyen féltető építése, vagy folytatnánk a járda rekonstrukciót. A közintézményeket korszerűsítjük folyamatosan, de ugye most az új uniós ciklus küszöbén azért már konkrét dolgokat is várnak tőlünk, és hát azt egy kicsit nehéz egyedül meghatározni, hogy mi legyen a jövő, úgyhogy én azt tervezem, hogy azért ilyen informálisan majd a képviselőket megkérdezem, hogy mik azok a javaslatok, amiket esetleg ők javasolnak, és mik azok, amiket ők támogatnának, és fontosnak tartanak, hogy itt a városban megvalósuljon. Az egyik nagyon-nagyon fontos projektünk, ami a tavaly évben még nem tudott lezárulni, de decemberben már 50%-os előrehaladást tudtunk elérni a kerékpárút építésében. Tehát gyakorlatilag az aszfaltozás az, ami vissza van, és várhatóan április első felében már le fog zárulni a projekt, tehát én remélem, hogy március végén nem fog hóesni, mert nyilván akkor nem lehet aszfaltozni, de terveink szerint április közepéig a kerékpárút is megépül. Nagyon szeretnénk valamennyien, hogy Szekszárdról Tolnára is vezetne egy kerékpárút, illetve Tolnán belül is a kerékpár utat meg tudnánk újítani, és esetleg szélesíteni tudnánk. Ez egy nagyon-nagyon fontos projekt lenne. Az egyik nagy gazdasági vállalattal közösen van egy projektötletünk, ami a Gém utcát hosszabbítaná meg egészen a Hatos útig. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos projekt. Aztán nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetnünk, és egyre sürgetőbb a Dunapartnak, illetve nem a partnak, hanem a medernek a megoldása, tehát itt az iszapot kéne gyakorlatilag fizikailag ki kéne emelni a mederből, és folyamatos összeköttetés kéne az élő Dunával, hogy az élő víz is be tudjon jutni a holtákba. És aztán van a Dunaparti projektünknek álmodtunk mi korábban egy olyan részét, ami az előzőben nem fért bele, tehát a város alatti rész
nem teljesen tudott megújulni, szeretnénk még oda néhány dolgot. A járdák és utak felújítására, valamint a csapadékvízelvezetés fejlesztésére is szükség lenne. Az elmúlt időkbeni nagy esőzések folyán során kiderült, hogy bizony-bizony vannak problémák a csapadékvízelvezetéssel, és ezt szeretnénk nyilván elsőkorban megterveztetni, és aztán erre valami végleges, vagy legalábbis hosszú távú megoldást találni. És aztán van még egy olyan projektünk, ami eddig csak a tervezés szakaszáig jutott el, de most már gyakorlatilag a kivitelező kiválasztásánál tartunk. Ez a bölcsöde építése a városban. Ez már többször elmondtam, hogy a jelenlegi Vigypangóvoda melletti szabad zöld területen fog megépülni. Gyönyörű szép terveket láttunk és kaptunk, és a tavalyi év végén sikerült a felhívást megjelentetni, a közbeszerzési felhívást a kivitelező kiválasztására, és várhatóan január közepéig bejönnek az ajánlatok, és aztán az értékelés történik, és remélem, hogy az is hamarosan el tud kezdődni. Én arra számítok ebben az évben, hogy lassan-lassan visszatér az élet, de nem gondolom, hogy ez egyik pillanatról a másikra fog bekövetkezni. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha a tolnai emberek egészségesek maradnának ezután is. Ehhez egyébként egy nagyon fontos adalék az, hogy úgy tűnik, hogy lesz még egy gyermekorvos a városban. És az nagyon fontos, hogy gyakorlatilag akkor minden gyermek és felnőtt házi orvosi, illetve fogorvosi körzet, betöltött körzet lesz. Ez egy nagyon fontos része, én azt gondolom, az egészségügyi ellátásnak, hogy azokat a feltételeket tudjuk biztosítani, amelyek ehhez szükségesek, és a humán erőforrás ehhez úgy tűnik, hogy meg lesz. Még nem tudják, hogy alakul majd az idei költségvetésük, hiszen a vírus helyzet miatt a tolnán működő cégek által befizetett iparűzési adó is csökkenhet. A gépjárműadó már tavaly is hiányzott az önkormányzat büdzséjéből. Az biztos, hogy a gépjárműadó az egy ilyen 30-33 millió forintos bevételkiesést okoz, már az elmúlt évben is okozott, és ebben is, és nyilván azért ez a 33 millió forint is egy nagy összeg azért Tolnaváros költségvetésében. Jellemzően egy ilyen másfél milliárdos főösszegű, ami költségvetésünk a projekteken kívül, és azért 30 millió forint az mondjuk éppen egy kisebb utcának a leaszfaltozása. Azok a nagy cégek, akikkel tárgyaltam az elmúlt év végén, és alpolgármester úrral megkerestük őket, hogy milyen terveik vannak a jövőben, és hogy sikerült az elmúlt év, ők nem panaszkodtak. Tehát azért ez bizakodásra ad okot, és azt gondolom, hogy nem kell lemondanunk minden álmunkról, sőt az álmainkat meg kell valósítani, és úgy tűnik, hogy még új és még több álmunk is lehet. Én azt látom egyébként, hogy az ilyen-olyan támogatásokból azért az állam pótolja azokat a hiányzó összegeket. És még egyszer azt mondom, ahhoz, hogy mi ezeket részt tudjunk venni, ehhez kellenek tervek, kellenek ötletek, kellenek jó szakemberek, akik ezeket a projekteket megírják, és aztán eddig még mindig az élet úgy hozta, hogy minden kérésünket a kormány támogatta. Például a topos pályázatainkban, az előző ciklusban gyakorlatilag önerő nélkül tudtuk valamennyit megvalósítani, tehát mindegyikhez a többletforrást is biztosították. Hát én remélem, hogy a jövőben is így lesz. És hogy Appelshofer Ágnes mit kíván az új évre a település lakóinak? A tolnaiaknak elsősorban egészséget kívánok, és nagyon biztatom őket arra, hogy tartsanak ki, aztán jobb lesz. Szerintem már sosem lesz olyan, amilyen egy vagy két évvel ezelőtt volt, de hát lehet, hogy ez nem is baj, hogyha nem minden visszajön, ami korábban volt, hiszen ebből a rohanásból egy kicsit talán vissza kéne venni, és egy kicsit talán több energiát kéne fordítani egymásra, a családunkra, a szeretteinkre, és erre most remek alkalom adódott az elmúlt években, hiszen nyilván, amikor az embernek otthon kell lenni, akkor több időt tölt a családjával, és talán egy kicsit jobban aggódik érte. Hát én azt szeretném, hogyha tudnánk épülni, szépülni a jövőben is,
És ahhoz, hogy az önkormányzat és a város fejlődjön, ehhez az emberek jóléte is szükséges, tehát én azt is kívánom mindenkinek, hogy találja meg mindenki a saját számítását, és tegyen érte meg minél többet, legyen rá lehetősége, elsősorban ehhez pedig egészség kell.